Hát szevasztok, szép jó estét, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Egy picit késtem, ne haragudjatok, igen, 6 órára tettem át a streamet, de, és még jól is jelenek meg, de jó képű vagyok, ellenőrzöm gyorsan, igen, és hát elvileg jó is a... Ja, jó a kép, gondolom jó a kép. Ezt most csak azért mondom, hogy ellenőrzöm, mert meg azért is késtem, mert 3 órakor álltam neki a számítógépemet újra húzni, de úgy, jó, mondjuk a biztonsági mentés, meg egyéb ilyen előkészületeket már elvégeztem egy másik nap. Volt annyi időm. De 3-tól, hát úgy durván olyan 5:30 után fejeztem be, de úgy, hogy mindennel együtt. Tehát az összes játékot visszatelepítettem, az összes beállítás, a Streamlabs, a kamera beállítás, mindent. Ami szerintem azért annyira nem szar, hogy úgy szakompa 2,5 óra alatt a FIFA 20, ami ugye ezután jön majd, plusz ez a játék, stb. Vissza, a GTA-nak a mentett játékait, szóval nagyon, nagyon profi. Lehet, hogy még egy-két hiányosság majd föl fog merülni, de az majd menet közben úgy is kiderül, meg majd megoldódik, úgyhogy egy picit emiatt van a csúszás, de remélhetőleg még azért mondjuk így belehallgatok a hangba, bocsánat, mert a Streamlabs-nek átnéztem ugyan a beállításait, de... De van, van hangom is. Jó van, akkor minden van. No. Szóval, Sniper Elite Remastered, és a Sniper Elite 2-nek a remasterdje, ugye azért remastered, mert a 2-t azt már kiadták az 1 után, ugye értelemszerűen, amit ugye múlt héten fejeztünk be, hála a jó Istennek. És ugye az volt, hogy kiadták utána a 2-t, igazából a remastered az egy a második résznek egy ilyen kicsit ilyen, olyan, mint a Mafia 2-nek vagy 3-nak a Definitive Edition-je, hát ugye nem az 1-jé, mert az teljesen újrakezdték az alapoktól. Igazából a remastered itt ebben az esetben azt jelenti, hogy kicsit a textúrákon javítottak, olyan szebbek lettek, élesebbek lettek az elemek, meg a különböző objektumok a pályán. Úgyhogy igazából ennyi változott, meg hát ugye nem játszottam a másodikkal, mármint az eredetivel, tehát úgy ilyen videók alapján tudtam megnézni, meg a Steam az felrakta az eredetit is. Megnéztem, on túl sok különbség nem, tehát ilyen zoomokban, amikor használni kell a távcsövet, és akkor így a széle egy kicsit itt ilyen homályosabb, hát olyan, beletettek egy-két ilyen effektet, tudjátok, hogy ez ilyenkor működik, és akkor elnevezzük remasternek. Na, ebben be van állítva minden, úgyhogy kezdjük is gyorsan el. Szevasz, Arni, igen, premier is, de mondom tényleg, hát most újra be kell állítanom mindent, remélem, hogy minden fasz a minőségben megy meg ilyesmi, mert mondom, most húztam újra a gépem, 3-kor kezdtem, és mindent úgy, hogy nulláról. Tehát Windows-tól kezdve az összes játékot, a beállításokat, a streamhoznak, mindent 2,5 óra alatt, vagy ilyen 2-3 óra alatt azt így megcsináltam. Úgyhogy remélem, hogy tényleg minden működik. Na. Szóval, ugye itt már egy kicsit állítgattam, hát igen, elkezdjük. Na. És akkor azt mondja, hogy for a light challenge, no bullet ballastics. For fail, simplified, unforgiving enemies. Én azt mondom, hogy már mi nem, hogy írni, hát az előfordul, megesik mindenkivel. Én azt mondom, hogy igen, hát custom, a lófaszt fogok customizni. Ugye igazából 3 van, tehát ugye a kadét az, én azt mondom, hogy legyen marksman. Unforgiving enemies, azt nem tudom, hogy mit jelent, de egyszerűsített töltény ballisztikák, tehát fizika. Hát ez nagyon, nagyon gáz lenne, nem hogyha kadéttal mennék, ugye az a, tehát semmi fizika nincsen. Az Unforgiving enemies-nél egy kicsit mondjuk aggódom, hogy ez mit jelent, nem elnézőek az enemik. Mindegy, le van szarva, menjünk így. Hitler's war machine, once unstoppable, was now on the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Így van. Én mondjuk megnéztem az egyesnek is sima kettőt. De sok különbség, tehát egy játékélményben, vagy tehát alapvetően igazából ugye megjelenésen változtattak, vagy csiszolgattak egy kicsit, de szerintem olyan van szem észrevető különbség, tehát így
szemmel is észrevehető, de szerintem annyira sok. Kb. Annyi, mint a Mafia 2, meg a Mafia 2 Definitive Edition. Szerintem. Végre itt legalább már normál, mondjuk nem tudom, hogy nekem milyen hangom lesz, de ugye a Sniper Editben az ez a... Yeah, I'm looking for... we don't have so much time. Egy kis nyomorék hangja volt ugye az én karakteremnek. Nem mondanám, hogy... Tökös katonás. Those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Na, ja, igen. Akkor én vagyok. Na, nekem van ilyen kemény legény hangom végre. Jól, oda baszunk nekik. Na, szóval, be vagyok készítve. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team. Five of the V2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. Jó van, start. Na. Affanja. Igen, és azt hiszem ez ilyen tutorial egybekötött lesz. Ugye tudunk B-t használni binokulárhoz. Mouse-al look around. Ezzel tudok zoomolni. Jó, de azt a micsoda izé. Micsoda zoomolás. Jó. De most egy kis tutorialt azért nyomatunk, hogy igen. Hát ezzel tudok izé, és a left shift-et, hogyha nyomva tartom, akkor úgy szaladok, mint az... Ja. Sokáig nem tudok szaladni. Space-szel ugye fölmászunk. Igen. Uh-huh. Ja, X-el tudunk. És az F-el. Ah, itt is azért így meg van bonyolítva, tehát nem a bal egér gombbal, vagy a hülye gyerek kedvéért, hogy F. Puff, úgy. Igen, és a C-vel tudok. És itt nincs olyan, hogy izé... Értve, de bocsánat, van. Igen, és ott van két ember, és kiválasztani egy követ. Tehát itt most kőből például unlimited-et lehet izé. Igen. Tehát adjusztálni kell ugye, hogy oda, és hogyha elengedjük, akkor elloptuk a... Was war das? És most az emberünk elmegy. És ez kurva jó, mert így néz ide. Ide jöttünk. Nagyszerű. Ja, ja, most engedi. Tehát most tudunk mászni. Oké. Okay. Mhm. Igen, igen, ügyes, jó. Tehát most ez is egy külön tutorial részt kapott, hogy hogyan kell kúszni. Jó. Mouse 2, próbál nem tartani. Headshot. Ennyi. Ez most gyakorlás. Ja, és akkor... Ó, aha, ó. Landmine. Aha, és a... Menjél már, menjél, fuss el, így. Jú, micsoda grafika. Hát na azért ez már más, tehát ez oké, hogy remaster, de azért a sima kettő sem nézett ki amúgy szarul, mert megnéztem azt is. Az sem volt azért rossz, tehát az egyeshez képest fényévekkel jobb, úgyhogy... Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. De ronda vagy. Neither did his Russian contact. Igen, én tudom jelenteni. Hát például nekem, tehát most azért meg kell tanulni, hogy mit hogyan kell, mert egyszer csak kell majd a izé távcsövet használni, akkor nem tudom, hogy a B-t kell megnyomni, ugye? Nem tudnám. Mert ez nekem ugye nem okoz problémát, hogy megnézem. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then
Shoot. Hújjúj! Ho-ho-ho! Fejes! Most ez nem engem próbál lőni. A kurva élet. Menjél már, mász! Le kéne bukni, úgy. Az meg. És hogy tudok fölállni? Ja, így. Fú, de igen, a grafikája azért sokkal jobb. Na, és ki kell akkor menekülni, itt föl tudok mászni? Ja, nem tudok, mert itt... Nem, az egérnek szerintem egy kicsit. Ich freue mich auf das Ende des Krieges. Soldaten Deutschland. Ihr solltet dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Hát ez hol van options? Control. Hát pedig le van véve. Na mindegy. Várj, dobok egy követ. Baszki. Jó, hogy nincsen... Ó, bazd meg, nincsen több izém. Tehát csak sniper puskám van, király. Mögöttem elvileg ugye nincs. Az a baj, itt nem jelzi semmi, hogy hol lehetnek még. Ajaj.
Hát mindegy, most meneküljünk, az a lényeg, hogy ne vegyenek észre. Az igen. Az igen! Hát az hány darab repülőgép, mert a német hadseregnek nem volt ennyi, a világon nem volt ennyi gép. Várjál, de a sniperre kéne menni. Ja, jön, oho, aha. Igen, följebb kellett volna célozni egy picit. És az a jó, hogy az igen, na ott van például egy másik. Az szép, de szép volt, gyönyörű. Igen, az épületeken vannak, szerintem több nincs. És az a jó, hogy ugye látom, hogy... Az is kapta, egy kicsivel följebb kell célozni, így van. És te is kapod. Jaj, de szép! A kutya azt mondja, hogy D-dog? Nem, hogy der-dog, vagy das-dog szerintem, de mindegy. Jó. Nem bújtál el eléggé fedezékbe, ez rossz fedezék volt. Na nézzük, hogy hol... Lőnek még, szerintem több most már nem lő. Legalábbis én most így hirtelen nem látok többet. Nem látok. Von Eisenberg was dead. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. Ez az. Hát azért ez nem egyszerű, tehát hogy... na, itt mondjuk lehetem sérülni. Eléggé alaposan. Miért lehetett volna piát szerezni? Meg aranyat? Vagy mi? Mi ez? Jelen valami italt? Italt kellett volna szereznem? Na mindegy. Majd a következő pályán bolozunk. An expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Mm-hmm. Üha. Már hogy érted, hogy nem fog addig tartani? Jaj, nem lesz olyan hosszú? Hát, szerintem is, mert azért ezt nyilván... Azért ezt itt jobban lehet irányítani is, meg ilyesmit. Remélem, hogy... Itt le tudom csöndben szedni amúgy? Van olyan, azt hiszem. Igen, jó. Az jó. Tehát space-el. Össze-vissza tudom amúgy, tehát ezt elt ki... Na mindegy. Más játékokban tök egyértelmű, hogy valahogy a Q vagy az E adja ugye magát. Nem, itt a space. A space, mivel alapból amúgy ugrálsz. Hát, fölvegyem. Na mindegy, jó lesz még a Tomzom. Ez azt hiszem, ez hangtompityús, nem? Szerintem igen. Ezt a kettőt valahogy izé. Kinyírom majd. De várjál, lesz itt a házban végig lehet menni, nem? Szevasz! Köszönöm szépen! Hát most húztam újra a gépet, úgyhogy lehet, hogy még a színek azok... azok nem túl élethűek, de...
Jó, itt el lehet menni. Próbáltam a színeket úgy beállítani, meg ennek a green screen is, hogy izé, hogy rendesen kivágjam. Mert pont a stream előtt raktam újra tényleg nulláról mindent. Ja, hogy ennyi volt itt a dolog? Hát ez nem jó. Picsába. Hát akkor menjünk innen a házból. Ennek semmi értelme nem volt. Legalább bejöttem, szétnéztem. Momentán ezt most nem veszem akkor ki. És... jaj, köszi. Na most mindjárt kiderül, hogy ők nem sétálnak vissza? De hogy nem sétál vissza, bassza meg. Jó, úgy kell majd, hogy szerintem megvárom, amíg ő el... még visszafordul. A másik az... visszafordult. Jó. A másik az nem tudom, hogy hova tűnt. Ez... még az jó kérdés. Ez az. Ajaj, valaki valahonnan leiratkozott, de hát miért? Yes. Tehát mindent a space-el kell csinálni, ezt hogy tényleg a hülye gyereketnek találták ki. Hoppá, lassan bazd meg. És nem tudok följebb, de ezt tudok följebb nézni. Csak olyan fura, hogy... várjatok? Y, akkor ezt most állítsam duplájára, vagy hogy az anyámba? Igen, mert olyan... bázom, hogy mindig fura. Hát még én sem láttam, hogy az Y-t ezt igazából... nagyobbra kell állítanom. Jó, legyen duplája. Ja, hogy ezeket lehet felszedni. Ért? És csak oda kell ráadásul menni, tehát nem is kell megnyomni semmit. Aha! Nagyszerű. Mert itt jó igazából, tehát itt azt mondom, hogy itt kb. Úgy céloz, ahogy kell. De... nem, na mindegy, menjél föl. Szerintem úgy csak kell fölmenni, mert lehet, hogy fönt lesz még valaki, és akkor azt kinyírjuk csöndben. Szépen osonósan. Persze, hogy ott van fönt a kis rohadék. Mondtam én. Tudtam én, bazzeg. Úgy. Na itt nem tudok felvenni semmit? Nem, itt nincs semmi. Elakadok egy székben, tehát ez tényleg nagy probléma, hogy... tehát így mindenkit szanaszét lövök, hatástalanítom a fél német hadsereget, de egy szék az megállít. Aha, jaj, várj, de most nem tudom, mi a fel... ja, hogy aha. Jó, itt nincs semmi. Hol kapom már, baszeg. Na, aha, ott már van egy pár ember, oké. Okay. Ez most jó kérdés lesz, hogy fogok itt...
ellavírozni. Katona. De várj, tudok menteni? Ja nem. Ja, itt nem is tudok menteni. Jó, akkor legalább itt nem kell ezzel foglalkozni. Itt át tudok vajon menni? Nem. Nincs itt senki. Itt nem tudok bemenni? Nem, ez csak félig van nyitva. Ez egy kinyithatatlan ajtó. Oda van így betonozva. Lehet, hogy abba az épületbe be lehetett volna osonni. Nézzetek meg, az ott nagyon, nagyon üreges. Na mindegy. Sniper amúgy már kiszúrt engem, az, az problémás, de mondjuk nincsen riadó, tehát az még mondjuk oké. És persze, hogy itt, és itt nem tudok felugrani, mi? Nem tudok. Na jó, fussunk már egy kicsit. Na, itt nem tudok felmenni. És itt sem, mert itt meg drótkerítés van. Hát bele kellene, csak nem tudom, hogy... Tehát, hogy valahogy get past, de hova? Jaj, hogy mutatja a pont, aha. Picsába, lehet, hogy rossz felől jöttem. Nem tudok felugrani sem. De miért áll föl? Ja, mert hogy ott nem tud lefeküdni. Ja, ott van. Baszki.
Na, nem jönnek erre? Igen, nézzétek meg az ablakokat, itt vagyok egy ablak közelében, gyere ide, valaki jöjjön ide. Hát szerintem ezek nem tudják, hogy hol vagyok. Ó, bazd meg, ez... Aha. Most a kérdés igazából az, hogy... Jó, hogy oda kéne mennem. Be tudok mászni, vagy ebbe a házba? Szerintem nem. Szevasz! Szevasz, Brandon! Pedig akkor ez nem jó megoldás, hogy izé. De lehet, hogy... Nem tudom, hogy ott van a KOP. De most nincs ott. De most még nincs ott. Az ott katona? Szerintem az ott katona, nem? De. Ez lehet, hogy nem jó megoldás, picsába. Jó, akkor valahogy már... Hol az anyámba tudnék elmenni? Itt láttok mászni? De lehet, hogy itt meg már nem tudok visszamászni. Közt... Ja igen, mondjuk legalább azokat nem értettem. De... Hát se baj, hát mindenkivel megesik, hogy rossz napja van. No. Ja, itt volt egy arany. Aha! Ez akkor megérte ide jönnöm, csak... És az a kérdés, hogy... Ja, hogy itt vissza tudok mászni. Uh-huh.
átvenni a picsába. Tehát valahol akkor onnan kéne megközelíteni. Tehát az biztos, hogy... Tehát a sniper például nem lőhetem ki. Azt tudni. Ugye itt nem tudok bejönni. Autóval nem tudok menni esetleg, ezt nem tudom. Nem. Oké. Jó, eddig eljutottam az előbb is, tehát őt most ugye ki tudjuk nyírni, az oké. Okay. Csak ugye most a sniper lesz a kérdés, hogy... Valahol pedig basszus, itt kéne, hogy ezt nem lehet kinyitni. Nem. Hát akkor nem marad más, de akkor tényleg lövöldöznöm kell. De azt meg hogy? Hát a sniper az kiszúrott. Jó, hát így még oké. Na de hát bazd meg. Hol az anyámba kéne elmenni? Na ez most jó kérdés. Az a baj, hogy elkezdenek lövöldözni, akkor akkor kinyírnak, hát kibaszott nagy túlerő van. Vagy le kéne szedjen mindegyiket? Tehát ilyen közel harcban. Igen, az a rohadt sniper nem látna, az jó lenne. Bazd meg! Hát elvileg ez hangtompítós. Hát mondjuk maradhatunk a köveknél. De most hogy az anyámba, bazd meg! De már dobd meg gránátot is. De ez hangtompítós elvileg ez a fegyver.
Hogy ott fölül nem tudok elmenni. Nem tudok fölül sehol, bassza meg. A másik épületbe... Oda sem tudok átmenni. Mert ott nem volt ajtó, ha jó, nem, ott nincs. Pedig oda be lehetne menni, mert ott izé, tehát ott... Ja, az lehet. De most milyen szart csináljak? Ott mutatja is ez a kis sárga pötty, hogy oda kell mennem. Tehát ez ad egy ilyen hintet, hogy milyen irányba, meg honnan, de... Igen, jó. Menjünk ide, úgy. És most menjek oda. Hát, de hogy? Hát figyelj, szerintem én megpróbálom innen kiszedni a sniperest. Van. Az komoly. Jó, itt a fedezékben vagyok. Hát, vagy figyelj, lehet, hogy innen kell mindegyiket szét kilövöldözgetni. Ez szép. Honnan az anyámból? Arra onnan fölülről. Épp az meg ott. Hát akkor leszedegetünk így. Ja. Itt végül is, akkor próbáljunk meg sniperezni. Ha már így, akkor... Jó, most ott már nincs senki. Komoly! Komoly! A kérdés igazából csak az, hogy mindig fognak jönni? Az is szép. Vagy előbb-utóbb elfogynak. Az életemet mondjuk nem látom, hogy hol, melyik jelzi, hogy mennyi életem van, vagy az itt ilyen nincs. Jó. Hát elvileg már nincsen akkor izé. Nem baj, azért osonunk.
De várjál, binokulárral lehet. Ó, de hülye vagyok. Persze ez jobban. Hát jó, hát akkor így lehetett őket kinyírni. Nem, nincs, tehát itt nem tudtam volna sehova se elbújni, tehát ez... Ez ennyi. Mi a fasz? Az nem megyek lassan, mert igaz, most nem tudom, hogy lehet nekem még az épületben talán, vagy de nem akarom őket fölverni. Ez a... na itt fel lehetett tölteni az ammót, király. Most oda kéne menni? Itt volt egy ember, az, ja, az ott van. Mi ez? Collect the stashed explosives. Aha, de meg kell gyűjtenem a vízé, robbanóanyagot. Ó, bazd meg, itt semmi nincs. De jó, hogy... Picsába. Jó, nem baj, megyünk akkor fölfelé, semmi gond. Ne akadjál már meg a izében, korlátban. Itt más nincs. Oké, hát akkor... Akkor itt le, gondolom. Ups, csöndben. Csöndben! Na, ott egy katona? Igen, az ott egy katona. Ja, hogy ott van egy másik katona. Stílangránáde! Izé. Igen. Föl tudok menni, vajon? Az meg persze, hogy nem. Semmi értelme nem volt ezt ide rakni, de mindegy. Az ember azt gondolja, hogy ó, ott egy lépcső, akkor azon fölmegyünk és végig tudunk osonni az épületben, de nem. Az meg miért is?
picsába. Bazd meg, hogy vettek? Á, mindenkit le kell lőni, nincs olyan, hogy... Lelövöm ezeket itt a picsába. Ja, csak ezeket itt nem tudom lelőni. Várjál, de lehet, hogy le tudom. Visszamászom. Hol a túróban vannak? Az nem jó. Megpróbálom ezeket így leszedni, mert hogy, tehát ez itt végig ugye háttal van. Az észrevett. Jó, oké. Okay. Ezt nem hiszem el, bazzeg. De ezt a pályát most már végig akarom vinni a izé FIFA-ig, akkor leszarom. Csak nem tudjátok, hogy honnan lőttem mi? Én most azt nem tudom, hogy hol vannak. Na, ott van. Csak te nem hal meg. Bazd meg! Most kéne egy izé, egy nyeles gránát. Végre már! Hányszor találom el?
Hát akkor ezt így kellett, nem. Nincs jobb ötletem, bassza meg. Most nem néz ki, bazd meg. Pedig ott volt, és oda bújt. A szép. Micsoda lassítás. A FIFA-ban nincsenek ilyen lassítások. Na. De azért ez kemény. Tehát azért most egy pályát végigcsinálni, ez nem egy egyszerű dolog. Igen. Tehát a konvoj útjába kell plantálni. Ezt nem látok mozgást, hogy van. Van mozgás. Látok az ablakba se, hál' Istennek, úgyhogy megyünk. Plantáljuk ide a következőt. Mi az anyám? De honnan? De ki vett észre? Vagy mi az Isten? Menjetek a büdös... Mindjárt újra kezdem ezt ilyen easy fokozaton. Basszák meg. Jó. Hello! Ja, hogy ez szúrt ki szerintem a kurva anyját. Ez szúrt ki, igen, mert ez bazd meg, és ezt nem láttam. Jó, ezt elrejtjük ide. Sollen auf alles vorbereitet
Ez hol van? Egy vissza kell oda menni. Ja, hogy fel kell oda menni. Aha. Ja, tehát most akkor olyan állást vagy lőállást kell elfoglalnom, ahonnan majd tudok végre sniperezni. Nem, hogy eddig nem sniperezni, hanem mondjuk ez jó, tehát így... Kemény. Mondom, itt kell felmenni. Ez mi? Mi ammo full. Nem, oda kell menni. Azért nagyon állatul meg van csinálva, tehát szerintem... És igazából sok idő azért nem telt el az első meg a második között. Oké, most az a remaster, tehát azt ne nézzétek, de nagyjából hasonló amúgy a... Külső egy kicsit tényleg föl van a színek, meg talán a textúrák egy picivel, de amúgy alapvetően ugyanez, és... Mi ez alszik? Jó, ezt mindjárt akkor leszedem onnan. Oda kell feljutnom, de oda hogy? Itt feljutok már? Ja, hogy itt a szekrény... Aha! Beszarás! Ho-ho! Bazd meg!
A picsába. Ja, a tankokat kéne ki... Vagy ezért... Hoztam a fejeseket, figyelj, ez... Azt a rohadt, de fejes! Ezt várjatok, nem hiszem, hogy most kell bazd meg írogatni. Köszönöm a kollégáimnak, hogy így beindultak, igen. Köszi. Nem dög lesz még meg? Picsába, hol van a tank? Ja, hogy ott van a tank. De várjál, de ott van a másik izé. Miért nem tudom eltalálni? Miért nem tudom eltalálni a... Jaj, miért nem haltam meg? Nézd meg, nem találja keresztül, hogy bazd... Na végre már! Hanyadikra kell? És akkor... golyóin keresztül, bazdeg. Na jó, szerintem több nincs. Jó, tehát, hogy meg kell keresni a... Gondolom a nyomait, vagy a... Jó, szerintem több nincs. De. Bazd meg. Ja, nagyon mások nem élhetnek szerintem. Még most egy mozgást nem nagyon láttam. De azért nézzük meg. És azért kellett oda lerakni azt a bombát, hogy a tankot... Aha, mondjuk azt... Ne, hogy honnan tudtam, hogy a tank az ott fog megállni, az mondjuk más kérdés, de mindegy. A játék tudta, hogy ott kell majd lerakni még egy... Még egy töltetet.
Most már fel kéne vennem a fegyvereiket. Nem volt olyan, hogy izé? Valahol láttam ilyet, hogy AM na pickup. Hát ebben sincsen több fegyver, bazzeg. Vagy több töltény. Srácok... Hagyhatatok volna egy kicsit többet is. Na, de megpróbálom minden föl. Azok meg még ott ülnek a platón. Jó, hát több a semminél, mert azért már most több töltényem van, mint amit... amit ugye eldobtam. Valaki látott, valami fehéret láttam. Ja, hogy az... Baszd meg. Hát ez a játék, ez... Jó, a tank az még... Fussunk, hát leszarom most már, tényleg. Most erre kéne ugye figyelni, hogy... Annak nem tudom valamiért kilőni. Nem. Most kell kimenekülni a helyről, de merre? Ja, hogy arra, aha. Azt sikerül, hogyha izé elkezdek futni. Fú, gyerekek. És ez egy pálya volt, és... Na, és nézzük, tehát... 10 aranyat kellett volna találnom, abból 2-t megtaláltam, mert olyan helyeken, hogy... Tehát, de érted, egy ilyen pályán, vagy egy ilyen... Tehát itt millió helyen lehet, ja, és a másik meg, hogy egy aranyrudat keresünk, egy ilyen romos épületben, ahol kb. A rom az kb. Ugyanúgy néz ki, mint egy aranyrúd. Tehát, hogy így... Fú, bazzeg. Hát bort azt így se találtunk, pedig az nem ártott volna. És 55 perc, arra a téredben. Hát úgy néz ki, hogy itt egy pálya akkor az ilyen... Az itt ilyen hosszabb lesz. Mondjuk azért a Sniper Elite első részében se volt másképp, bár nem, ott a vége felé azért egész jól belejöttem szerintem. Hát ez nagyon komoly.
A2 production facility was. I figured I was in the home stretch. All I had to do was get in, neutralize the three remaining targets, blow the whole place sky high, and head for home. Simple. Mm-hmm. No, hát itt be kell majd jutni egy izébe, de ezt már nem most fogom megcsinálni, mert így is kifutottam egy kicsit erre a játékra szánt időből, úgyhogy nem menjetek nagyon messzire, mert egy fél perc szünet és jövök a FIFA 20-szal. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a Sniper Elite-nek a második részét, annak is ugye a remastered versionjét. Mint minden játéknál azért ezt is szoknom kell, tehát amiben úgy első alkalommal vágtam bele, nagyon kevés olyan volt, amire így ráéreztem egyből. Szerintem azért ez is nem, most már át fogom látni azt, illetve hogy az egésznek a szellemiségét, tehát ez nem úgy működik, hogy osonunk, mert nem mindig lehet osonni, valamikor föl kell vállalni, hogy igen, lősz egyet, valakit kizesz sniperod, és utána, de a tény az, tehát ami mondjuk azért úgy tiszta, hogy nagyon közel harcolt sok ember ellen nem. Tehát ugye talán az egyben az még úgy ment, mert eléggé hülyén jöttek, meg úgy olyan szorványosan jött azért az ellenfél, és ki tudtam őket lövöldözni, de itt azért sok van. És nagyon hamar lesepeződöm, tehát 2-3 lövést kapok, és kész, vége. Úgyhogy, tehát itt sok embert maximum tényleg úgy, hogy keresek valami baromi távoli pontot, és akkor elkezdem őket izé sniperrel szeregetni. És akkor utána max. Egy-egy embert, ha a végén kell, akkor közelharcoló pisztolya, vagy ilyen MP40-nel. Na jó van. Hát még egyszer köszi mindenkinek, hogy megnézte ezt a részt, és ha valaki esetleg a YouTube-ról fogja majd a napokban visszanézni, akkor remélem, hogy ő is értékelni fogja a szenvedéseimet és a küszködést, amit beletettem. Ígérem, hogy ennél csak jobb lesz majd a következő. Hát a FIFA is, meg majd a Sniper Elite második részének a többi epizódja, legalábbis igyekszem majd. És nagyon nem menjetek messzire, mert fél perc, és jövök a FIFA 20-szal, és most már nem Jürgivel, hanem egy Ultimate Team-et fogok kreálni, vagy nyomni. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudok baromi béna csapattal, nem mintha az nem lett volna az, na jó, azért annyira nem. Ráadásul online, tehát létező húsvér emberek ellen szerintem alázni fognak, de majd kiderül, meglátjuk. No, még egyszer köszi a figyelmet, ne menjetek messzire, mindjárt jövök, sziasztok!